nemrég elhatároztam, hogy veszek néhány dolgot a műhelyem számára. Így például forrasztópákát, illetve egy olyan forrasztó állomást, ami meleg levegőt is tud adni. Ezeket a dolgokat a Temuról választottam ki. És most jön egy fontos dolog, a kedvezmény. Itt ugye két fajta lesz, amit látni fogsz, az egyik új felhasználók számára, aki telepíti az applikációt, ezt nézzük meg szerintem azért éri meg letölteni a Temu applikációt, pláne új felhasználóknak, mert jelentős kedvezményt lehet elérni, például az első vásárlásnál. Telepítem, és mutatom, mi lesz az eredmény. Én már regisztrált felhasználó vagyok, ezért ezek itt nem érhetők el már, mint a kedvezmény, de mutatom, mi történik akkor, ha valaki új felhasználó. Ugye van itt két darab forrasztópáka, egy hat darabos vezetékszet, illetve zsugorcső főlékfúvóval együtt és mondtam, hogy van egy másik fajta kedvezmény, az a 40 ezer forintos kuponkód, amit ott a képernyő alján látsz. Ott mindenféleképpen érdemes elolvasni a szabályokat, nem túl bonyolult, én mindenféleképpen azt mondom, még az apró betűs részt is olvassátok el. Ezt a forrasztópákát szemeltem ki, amit USB-C segítségével lehet megtáplálni, és ahogy látjátok, rengeteg fejet adnak hozzá. És egy állomást is választottam, egy kis forrasztóállomást, hogy nem csak forrasztópáka jár hozzá, hanem egy forró levegős egység is. Beszereztem különböző színű vesztékeket, összesen 60 métert. Itt látjátok a 6 darab szint. Én a 22 AVG-set választottam, ami kb. 3,4 mm keresztmetszetnek felel meg. A 20 AVG-s az feles kábel, tehát fél mm keresztmetszet, a 16-os kb. 1,3-as, a 28-as nem javaslom már, mint a 28 AVG-set, annak a keresztmetszete kevesebb, mint 1,4 mm és felfedeztem ezt is a termékek között, zsugorcsőkészlet, és adnak hozzá ennyi pénzért egy kis hőlégfúvót is. És a forrasztópákák mellé választottam forrasztónt is, egy mm átmérőjűt, olyat, amiben van flux is. És nem voltam benne biztos, hogy a pákához jár valamiféle tartó vagy sem, úgyhogy vásároltam egyet, ennyi pénz szerintem mindenféleképpen megér. Azok a dolgok, melyek az előbb ott voltak a képernyőmön, itt vannak az asztalomon. Van például pákatartó. Ez nagyon olcsó volt, ezt mondtam, hogy ennyi pénzért nem lehetett ott hagyni. Erre mindig szükség van igazából. Ez pedig olyan forrasztón, amiben van flux is. Ez a páka nem egy olcsó dolog. Ebben a dobozban van, mindjárt majd megnézzük. USB-C kábellel lehet használni. Van hozzá egy kis ilyen adapter, de be lehet dugni tápegységet is, és ehhez is adtak ilyen pákatartót, illetve csomó fejet, ezekben az acskókban voltak a fejek. Ez pedig hűlégfúvó egy kicsi, amit egy zsugorcsöves készlethez adtak. Nem is tudom, hogy hogy fért bele, hogy zsugorcsőnek, meg hőlékfúvó ennyiért. Ez jól néz ki. A doboza a hőlékfúvónak olyan, mint egy karácsonyi bazár de ha jól működik, akkor ez végül is mindegy, a doboz úgy is megy a szelektív hulladékgyűjtőbe. És akkor itt van egy forrasztó állomás, ilyet mindig szerettem volna, ugye van hozzá egy páka is pákatartóval, illetve egy forró levegős állomás, nem biztos, hogy félkezzel kibírom venni, de ki tudom venni, és van hozzá három fajta fej, ez a fej, kettő darab itt van az acskóba, ezt már feltettem, illetve itt vannak vezetékek, összesen 60 méter van ebben a dobozban, 22 AVG-s. Új pákatartót beüzemelni mindig nagy öröm, ugye ezekben van ilyen vékony szivacs, itt pedig némi víz rácsöpögtetem, és itt szépen megduzzad a szivacs, körülbelül ennyi elég mindegyikre, na talán erre még egy kicsit, és onnantól kezdve már nem olyan vékonyka, és jól lehet használni. Forrasztónból ugye többfajta átmérő van, és ráadásul van ugye olmos, meg ólommentes is, illetve különböző mennyiséget tekernek fel. Nyilvánvalóan minél többet veszünk egyszerre, annál olcsóbb, mármint egy gramra vetítve annál olcsóbb, azért az ólommentessel nem annyira könnyű dolgozni. Nézzünk rá erre a kis forrasztó állomásra, mit is írtak ide. Hát egyrészt odaírták, hogy 60 wattos a forrasztó páka, és 600 wattos a forró levegős rész, és akár 500 fokot is képes előállítani. Először nézzük meg a teljesítményt. Teljesen hideg mind a kettő, ez is, illetve ez is. Bekapcsolom a forrasztó így melegedjen. És nézzük, mennyit vesz fel. Na, jó híres, Timmel 60 watt környékét láttam ott az előbb a fogyasztásmérőn. Most ezt kikapcsolom, és bekapcsolom a forró levegős állomást, és így alapesetben ugye nem indul el, még szerencse, ugyanis ki kell venni hozzá. Most el is indult, elkezd melegedni, nézzük a felvételt. Na, ez olyan 400 watt környékén volt kicsivel több, és ezt visszarakom, akkor automatosan elkezdi hűteni magát, tehát a benne lévő ventilátor fújja továbbra is a levegőt, viszont a fűtőbetét kikapcsol, ez szuper jó funkció, nem fújja feleslegesen a meleget. A hőmérsékletet egészen ugye fel lehet vinni 500 fokig, és le lehet vinni 100 fokig. Így van, 100 fok, ezt most kikapcsolom, bekapcsolom a forrasztó pákát, és nézzétek meg, a forrasztó pákát 180 fokig lehet levinni, és fel lehet vinni egészen elvileg 500 fokig. Ja. Mondjuk vannak olyan forrasztanyagok, amik ilyen 180 fok környékén megolvadnak, tehát ez teljesen normális érték lehet, persze, szerintem ott is illik használni ilyen 200 pár fokot mondjuk állítsuk be így, mondjuk 290-re. Pillancsunk rá a zsugorcső készletre is, amihez adtak egy kis hőlégfúvót is. Nekem nagyon szimpatikus, hogy átlátszó is van benne, én ezeket megmondom, hogy szintén kicsit jobban szeretem, de a piros-sárga, a zöld, stb. az mindig jól jön. Érdemes úgy csinálni, nyilván, ha pozitív tápfeszültségről van szó, akkor a vezetékre piros kerüljön a negatívról, akkor fekete vagy kék, a jelvezetikekre meg mondjuk zöld és sárga, be is üzemelhetjük, mármint a hőlék először, megnézzük, hogy mennyit is vesz fel. Na, körülbelül 300 wattos teljesítményű ez a fúvó. Itt van a zsugorcső, itt van a vezetékkészlet. Összetoldok két vezetéket, és ráteszem a zsugorcsövet. És higgyétek el, a vezetékek összeforrasztásáról érdemes pár szót ejteni. Tudom, hogy nagyon egyszerű dolog, de van, akinek ilyen információ is nagyon hasznos. Szóval levágom a vezetékből azt a darabot, amit szeretnék majd felhasználni, és tegyük fel, hogy valami miatt rövid volt, vagy pedig sarut szeretnék rátenni. És ha rövid, akkor nyilván meg lehet toldani, vagy ki lehet cserélni érdemes használni blankoló fogót. Mondjuk így, szépen megblankolja. Levágok ebből egy darabkát, és beónozom itt a vezetéknek a végét. Így hagyom állványon, talán így egyszerűbb. Megmelegítem. És meg is van az ónozás. Biztos mindenféle oktatás van erről, hogy hogy kell ezt jól megcsinálni én úgy sem majd tudom. És ilyen rányomás után, szóval ezt a részt nem piszkáltam, csak ezt, úgyhogy ezt most beforrasztom. Itt a páka 340 fokos, és akkor itt ezt a fület illetve a vezeték véget összeforrasztom. Na még egy kicsi forrasztón. Így, és most ráhajtogatom a külső fület, a végén lévőt. És ezt a fület nem forrasztom oda, mert az én tapasztaltom az, hogy itt sokkal jobban bírja. Tehát, hogyha van valamiféle gyűrődés, rázkódás, stb., akkor, hogyha fogja itt a műanyag szigetelést ez a kis fül, és ott nincs beforrasztva, akkor kisebb az esélye, hogy itt eltörjön. Na, tudjuk meg ezt a vezetéket, úgy látom, hogy meg kell ezt itt blankolni, ezt az előbb úgy néz ki, elfejtettem. És ilyen vékonyabb vezetékeket érdemes úgy megtoldani, hogy mind a kettőt először leónozzuk, és utána összeforrasztjuk. Vastagabbnál kicsit máshogy megy. Továbbra is 340 fokos a páka. És ónozás. Na, még egy kicsi ide a végére. Így és mondom, érdemes összesodorni egy kicsit az ereket, az ónozást megelőzően, az a későbbi munkát megkönnyíti. Na, miután leónoztuk a vezetéket, érdemes úgy tenni, hogy egymás mellett legyen, valahogy így, és a pákával, illetve a forrasztónnal ezt is így össze lehet kötni. Ha bárhol azt tapasztaljuk, hogy van egy hegyes rész, akkor érdemes fogóval azt megnyomkodni, így kisebb az esélye, hogy átszúrja valamikor a zsugorcsövet. Kiválasztok innen két darab zsugorcsövet, egy vastagabbat, meg egy amivel vékonyabbat. És én a dupla zsugorcsövezés híve vagyok, és azt sem, hogy elvágom a zsugorcsövet úgy, hogy egyharmad-kétharmad arányba. legyen így, és ide felteszem a vastagabbat, az egy harmad hosszúságút, ide pedig a vékonyabbból, és akkor ezt rámelegítem, és utána jöhet a következő, ez a hosszabb. Ide a sarús részre, illetve oda, ahol toldottam a vezetéket, és megint jöhet a hőrik Na és ez a tuti, ez sokáig bírni fogja, szóval ha vezetékben lévő vezető keresztmetszet az elegendő, akkor ez a megoldás örök élet meg két nap. Vesztéket toldani nyilván lehet, vannak azok az esetek, nyilván ha csak ennyit kellett volna beletoldani, akkor érdemes lett volna levágni egy újabb szakaszt, egy ilyen hosszú szakaszt egybe. Viszont ezt azért mutattam meg nektek, hogy vékony vesztéket szerintem úgy érdemes toldani, hogy egymás mellé tesszük, vastagabbat viszont nem most ezt a két vezetéket találtam, úgyhogy nézzük meg, hogy miként lehet ezt megtoldani. Nem célszerű, mondom, vezetéket toldani, de ha a netántán mégis kell, akkor érdemes egyform hosszúságúra levágni a két darab vezeték véget, úgyhogy ebből vágok még egy kicsit. Na, szóval arra akartam célozni az előbb, hogy egyform hosszúságúra csupaszítani, és ilyenkor nem érdemes megsodorni, hanem picit érdemes kézzel meglazítani a szálakat, itt is, illetve itt is, és itt szemből össze lehet ezt dugni, valahogy így, és akkor ez megvan, akkor összenyúlom, ez annyira jó, hogy meg is bírja a súlyát, Nyilván tolni kell neki a hőt, szépen felfusson az ón. Időnként érdemes átforgatni. Így ugye nem az lett, hogy két darab egymás melletti vezeték egy nagy bumburtnyákot alkot, hanem lett egy nagyobb hengeres nevező bombornyáknak. Legyen a sárga csőhöz sárga, és ide is duplán teszem fel. Itt van az egyik sárga, felrakom a másik sárga zsugorcsövet is. És hőlékfúvózás. És nyugodtan lehet mondani, hogy zöld-sárga vesztéket nem toldunk, meg bármi egyébet, nem ez a lényeg itt, hanem az a lényeg, hogy vastagabb vesztéket szerintem úgy érdemes összetoldani, hogy nem egymás mellé tesszük, hanem egymásba toljuk. Tegyük fel, hogy ki kell cserélni egy kis alkatrészt, mondjuk legyen ez az Arduino uno -n. Ugye jó sok lábbal kapaszkodik a panelre, mutatom, hogy én hogy csálom. Ezt is lehet számtalan egyéb módon csálni, én csak nyilván azt tudom megmutatni, hogy én hogy csinálom. Először is megtisztítom ezt a részt. És bármilyen fura, használok egy kis fluxot. Ide teszek. Nem kell sok. Majd eloszlik. és van ilyen harisnya, ez részből készült, rá kell nyomkodni, tolni neki a pákát, és szépen felszívja a forrasztónt a pedekről, és itt szépen le lehet tisztítani. És akkor jöhet egy kis paszta, Nagyjából olyan 2300-2400 forint 10 ml ilyen paszta. És teszek ide a pedekre. És megint nyomok rá egy kis luxot, bár vannak olyan típusok, ez is egyébként olyan típus, hogy nem kellene hozzá rakni, de én teszek ide egy picit így. Ugye ezeknek az áramköröknek meg van jelölve az egyes lába egy kis pöttyel, jelen esetben itt van, és én tudom, hogy a pöttynek így kell lennie. Mármint ebbe az irányba kell, hogy nézzen. És úgy nagyjából felteszem erre a részre, aztán lesz, ami lesz. így már szerintem jó lesz, beraktam egy mikroszkóp alá kis integrált áramkört. Itt volt az a rész, ahol a hidat tapasztaltam, az ON hidat. Sikerült kivenni, a többi része pedig szépen meg van forrasztva. Itt még kéne egy kis mosás, és akkor szerintem ez tökéletes. Viszont van itt egy másik páka is, itt mutatom. Ez nagyon-nagyon érdekes, nézzük meg ezt. Ez egy viszonylag drága forrasztó páka, itt van a doboz, mindjárt kibontom. 65 wattos, van rajta OLED kijelző, és USB-C kábelen keresztül kapja a delejt, és meg tudja beszélni a páka a töltőjével, hogy hány voltot adjon ki, és ha például 20 voltot ad ki a töltő, vagy a tápforrás, akkor 65 wattra képes, ha csak 9-et, akkor 13 és félre, és nyilván a teljesménytől függ a felfűtési idő. Az USB-C kábel tapintása az nagyon-nagyon jó. Jó vastag, nézzétek meg, kis ujjamhoz képest is jelentős vastagságú, de nagyon jó tapintása van. Én megrákcsálnám egészen biztosan, hogyha például nyest lennék, mert té tényleg nagyon jó, szenzációs. És ilyen a páka, alumínium háza van, van egy ilyen kis egység hozzá, illetve itt van a pákának a csúcsa, mármint a vége, és akkor itt van a fűtőbetét, és nagyon egyszerű betelepíteni ezt de ezt be kell dugni, ütközésig ezt rátenni, és különböző végeket adnak hozzá, pillancsatok rá ide. Na, egy elgurult, elgurul, de megvan, van ilyen véggel, ilyen véggel, ilyennel, és van itt egészen vékony is, Hát nem is tudom, melyik legyen benne. Jó, maradjon ez benne. Itt van a kijelző része. A kábelt ide lehet csatlakoztatni. Na, így. Né? És akkor ide kell találni valamilyen forrást. És nagyon sokfajta töltőadapter van a világon. Ez például, amikor 15 voltot ad ki, akkor 2,2 ampert bír, tehát kicsivel több, mint 30 wattot. 12 volton 2,6 ampert. Ha ja, megnézed itt, 12 volton mi kell ennek, legalább 2 amper, 15 volton pedig legalább 2,5 amper. Szóval ez nagyon csücskös, hiszen nézzétek meg, 15 volton csak 2,2-t bír. Én nem teszem tönkre ezt a töltőadaptert, helyette használom ezt, amit adtak hozzá ide ugyanis mondjuk 12 voltat is be lehet kötni könnyen, 18-at is, 20-at is, 9-et is, és akkor itt ezen a részén pedig USB-C van. Ha valaki a pákát USB-C kábellel szeretné használni, és nem egy ilyen átalakítóval, akkor azt megteheti, csak egy olyan fajta tápegységre lesz szükség, egy USB-C adapterre, amiben van elég kraft, nézzük. Nem kellett volna kétszer megnyomni, mindegy. És már fűt is. Ha nem bírja a tápegység, akkor egyszerűen kira, hogy low voltage, és nem működik a páka. Tehát ez azt jelenti, hogy lehet használni például ilyenfajta töltőt. Ez mondjuk 5 amperes, 12 voltos. És a töltőt lehet csatlakoztatni, vagy a tápegységet ide. Illetve, hogyha van olyan powerbank, ami tudja ezt az áramot, akkor azt is lehet használni. Így például a mobil lehet a páka, nem kell feltétlenül 230 volt közelébe lenni. És ide raktam egy tápegységet, azért, hogy lássuk, hogy mit csinál ez az egész, hogyha 12 voltot kap. Ráduktam. Nézzétek, mi történik. Na, itt a kijelzőn, csak azt mutatja, hogy nyomjam meg a baloldali gombot, és... Lényegében nincsen teljesményfelvétel, egy tized watt, picivel több, hát az semmi. Úgyhogy megnyomom, így. És akkor innentől fogva be lehet állítani, hogy hány fokra fűtse fel magát a páka. 280-ra van állítva. És nézzétek meg, vesz fel áramot. Jól van, nincsen áram korládva. Nem túlságosan nagy a teljesményfelvétel, viszont így is szépen felfűtötte magát 280 fokra, megpróbálom úgy, hogy jobban fókuszáljon a kamera. És itt a forrasztópákán be lehet a fényerőt, már mint a kijelzőn, kalibrálni lehet, tehát ha pontatlan lenne netántán a hőmérséklet, amit tart, akkor be lehet pontosabbra, csak tudni kell mennyi a korrekciós tényező, be lehet állítani, hogy Fahrenheitbe vagy Celsius fokba legyen a kijelzés. Hogyha nem piszkáljuk a páket egy darabig, akkor elalszik. 20 percre van állítva, itt alapesetben ez az idő. Be lehet állítani, hogy hány fokra vigye le a hőmérsékletet alvás közbe, Le lehet zárni. Nyelvet lehet beállítani. És gyakorlatilag mindjárt visszaérünk ide a fényerő részhez. És azért van hozzá ilyen kupak, ilyen alumínium kupak, hogy ezt rá lehessen tenni, így. Né. És igazából egy ilyen pákával is ki lehet ügyeskedni egy ilyen SMD áramkört, meg is próbálom. És hogyha nincsen ilyen forrasztó paszta, vagy forró levegő levegős fújó, akkor is megoldható az integrált áramkörnek a visszatétele, itt van, ilyen bumbúrnyák hegyel is, mint ami ezen van, be lehetne tenni vékonyabbat is, szándékosan ezzel mutatom, aki nem szokott rá a fluxra, az szokjon rá, mert ez zseniális anyag, mondjuk a flux használatának azért vannak hátrányai is, vannak olyan fajták, amit nem kell tisztítani, de vannak olyanok is, amit le kell. Szóval itt van ez a vastag pálkahegy, hegy, illetve az egyes forrasztón, tehát egy mm átmérőjű, és ilyen kis SMD vackot akarok vele forrasztani. Egyetlen egy lábát először rögzítem, és megnézem nagyítóval. Na nagyjából így jó lesz, sok fény sincs, de nem baj. Szóval ezt a lábát rögzítettem, és most azt sem, hogy a túloldalon bőforrasztónnal beforrasztom a lábakat, így, és így el kell húzni szép óvatosan az utolsó lábnál is, és visszakerült a kis integrált áramkör a helyére. Szóval lehet azt a taktikát is csinálni, hogy egy viszonylag durung végű páka, lux, vagy pedig lehet azt is csinálni, hogy ilyen hegyes végű páka csúcs, és akkor egyessével a lábakat. Az azért szenvedés ez a fluxos megoldás, és a a vég, az gyors tud lenni. Aztán nem biztos, hogy ez a legjobb, de ha van egy kicsit az embernek, akkor utána még működni is szokott. És nagyon kézelesik ez a kis páka, tényleg jó a tapintása, a súly is jó, alig melegszik a ház, tehát kicsit érzem, hogy langyos, de ez nem vészes, pedig a páka most 330 fok környékén van, és nézzetek meg így, hogy tartja a hőmérsékletet, kb. 6 wattra van szüksége, 6,7-re. Itt van egy résztömb, ez majd elvonja a hőt, azt szeretném megnézni a hőelvonás hatására, hogy megy fel a pákának a teljesítménye, mondjuk 12 volton, ide rakom, már 8 watt, 9 watt, 11 wat 14 15. Nem mondjuk fölment nagyjából 17 wattig, biztosan jobban is lehetett volna hűteni. De menjünk fel 20 voltra, hiszen a páka ezt is tudja. Na, ez mondjuk 20 volt most gyakorlatilag csak tartja a hőmérsékletet, és ilyen 6 watt környékére van szükség, mint az előbb. Viszont így több még ki tudunk venni a pákából. Nézzük meg. Teszek egy kis ónt, hogy hűtsük vissza. Tehát nem forrasztani akarok itt, hanem szándékosan hűteni akarom a páka fejet. Na, 19 watt már megvan. 20 watt. még egy kis ónt ide, és akkor jobban csatolja a hőt a részbe. Nagyobb fületen érintkezik. Nyilván esélye nincs egy ilyen pákának erre nagy résztömre ráforrasztani bármit. És a páka fejen is, vagy a páka csúcson is múlik. Most viszonylag kicsi van rajta, de ha feltennék egy ilyen nagyobb durongot, akkor nyilván jobb lenne a hőcsatolás a rész meg a páka között, és fejebb benne a teljesítmény de amennyire én látom, így 20 watt felé megy egy kicsivel a teljesítmény, még ezzel a viszonylag vékonynak mondható kis csúcssal. Hát, relatív, hogy vékony vagy nem. Minden esetre az itt lévő készletbe, ami itt van, van vékonyabb is, illetve vastagabb végű is. Ha szeretsz barkácsolni az elektronika területén, akkor egy normális forrasztópáka mindenféleképpen jól jön. És ha egy vezeték végére egy saru kerül, illetve valami miatt megtoldunk egy vezetéket, akkor a szigetelőszalag szalag, hát lehet azt is jobban csinálni ezt a témát, a zsugorcsöves megoldásra szavazok, nekem ez mindig bejött, én a legtöbb esetben duplán teszem a zsugorcsövet, ahogy láthattátok. És a Temu egyébként nagyon ravasz, abból a szempontból, hogy küld kuponokat, van kredit visszatérítés, szerencsekerék és számtalan egyéb dolog, ami mind-mind vásárlásra búzdít. Szerintem csak azt érdemes megvenni, amire valójában szükséged van. És megmondom őszintén, hogy a Temo applikációban én azt a taktikát szoktam követni, hogy megnézek egy terméket, nem vásárolom meg. Tudom, hogy szükségem van rá, de még nem veszem meg. És nagyon sokszor az van, hogy egy-két napon belül jön egy e-mail, csodák csodájára, éppen valamiféle akció van, kupon vagy bármi más, amit pont arra a termékre fel lehet használni. Ezt néha fel is használom, így aztán olcsóban hozzá tudok jutni a termékhez, mintha egyből megvásároltam volna. És ahogy mondtam, szerintem csak azt érdemes megvásárolni, amire ténylegesen szükséged van. Attól, hogy akciós, nem biztos, hogy használni is fogod. Úgyhogy mindig érdemes tájékozódni, megnézni, hogy mi mennyibe kerül. Ezzel a videóval készültem számotokra. Örök, hogy jöttetek, és ha nem iratkoztál még fel a csatornámra, kérlek iratkozz fel. Köszönöm szépen! すいやすい。S S <music>